Hetedik rész. Rábukkantam egy irkára, amely 1948-as keltezéssel kezdődött, de ahogy belelapoztam, a fokozatosan változó kézírásból valószínűsíthettem, hogy egy-két évvel későbbi szövegeket is tartalmaz, verseket. Méghozzá olyan rosszakat, hogy csak is én írhattam őket, meg annyi kamaszkori pattanás. Legtöbbjük az emlékezésről szólt. Tejfölös szájuként is már azon voltam, hogy éppen csak fakulni kezdő emlékeket gyűjtsek. Emlékeket építgetek, éltemet e vágykép ajzza fel, ahogy múlik a pillanat percre perc, finoman lapoz reszkető kezem, hullám az emlék, megfodrozza a vizeket, és tova tűnik. És itt tovább. Aztán előről megint, ahogy a hermetikusoktól tanulhattam. Lírai ömlengéseim szerelmes versekben is megnyilvánultak. Szerettem tehát valakit. Vagy a szerelembe voltam szerelmes, ahogy ilyenkorban szokás. Tény, hogy felsejlett valaki, ha még oly megfoghatatlanul is. Engem kirekesztő, ingatag titokba zárt teremtmény, te arra születtél táncsak, hogy versemben lakozz, s nem is tudod. Trubadúr énekbe beillő, és így utólag eléggé macsósnak is mondható sorok. Hogyha csak arra született szegény teremtmény, hogy az én szerény versemben lakozzék. Ha nem létezett, én a féle monogám pasa voltam, aki képzeletbeli háremét népesíti be a gyengébb nembéli testekkel, az ilyesmit pedig önkielégítésnek hívják, ha pennával ejakulál is az ember. És ha valóságos lény záródott a titokba, és tényleg nem tudott róla, én akkor egy nagy mamlasz voltam. És ő ki volt? Nem képekkel volt most dolgom, hanem szavakkal, és csak azért nem perzselt titokzatos tűz, mert kiábrándultam Loana királynőből. Aztán találtam egy leírást, ami annyira részletes volt, hogy nem vonatkozhatott pusztán képzeletbeli lényre. Mit sem sejtve ment el előttem, új frizurásan, május volt, egy egyetemista kísérte, öreg volt, magas és szőke, a nyakán raktapasz, szifilóma vigyorgott rá a cimboráira. Létezett az a lány, és a szifilómás jó madarat sem szülhette a képzeletem. Na és ez a vers, a szerelmes vers szekció végéről. Egy ilyen estén, három nappal karácsony előtt fejtettem meg először a szerelmet. Egy ilyen estén a járdákon latyak, egy ablak alatt zajongtam, hát ha észrevesz valaki, hogy haigálom a hógolyókat, és azt hittem, ennyi elég, hogy vezérhím legyek. Azóta télre télmúlt, más lettem sejtben és szövetben, talán emlékezni sem én emlékezem. Csak te, túl a ki tudja min, hol vagy, ott vagy-e az izomcsomóban, mit úgy hívnak, szív? Rád csodálkozhatok-e még, ahogy akkor, három nappal karácsony előtt? Ennek a titokba zárt, de nagyon is valóságos teremtménynek szenteltem én a három utolsó iskola évemet. Aztán pedig nyilván szem elől vesztettem. És amikor meghaltak a szüleim, és Torinóba költöztem, alkalmasint le is számoltam magamban ezzel a történettel. De ki volt az a teremtmény? Csak Gianni tudhatott róla valamit. Aki szerelmes lesz, méghozzá életében először,
az a padszomszédját biztosan beavatja a bizalmába. Pár napja még nem akartam, hogy Gianni vágjon utat a saját emlékeinek nyugodt fényével az enyémek ködébe, de most csak is az ő memóriájára hagyatkozhattam. Tehát ezt is elfelejtetted? Talán mégis van valami jó is a rosszban. Hagyd, Jambó, gondolj inkább az egészségedre. Figyelj, rábukkantam itt valamire, ami nem hagy nyugodni. Tudnom kell. Végül csak rászánta magát, és mindjárt úgy belejött, mintha a saját szerelméről beszélne. Tulajdonképpen majdnem arról is beszélt, hiszen a szerelmi gyötrelmek őt, mint mondta, mindaddig elkerülték, és úgy megrészegült akkor az én titkaimtól, mintha a saját története zúdulna rá. Meg hát tényleg, az osztály legszebb lánya volt. Hogy hívták? Úgyhogy Lila, Lila Saba. Szép név. Ízlelgettem, szétolvadt a számban, mint a méz. Lila. Szép. Na és hogy volt? Elsőben mi fiúk még pattanásos, rövidnadrágos kamaszok voltunk. Berzeg a lányok, kész nő mindegyik, ránk se néztek, egyetemistákkal kacérkodtak, akik a kapuban vártak rájuk. Megláttad, és megkövültél. Szóval, mint akibe villám csapott. Napokig kótyagosan elszorult torokkal jártál, keltél, nem ettél, nem ittál, a szüleid már-már betegnek hittek. És? Olyan lettél, mint egy zombi, azán. És mivel nagyon vallásos voltál akkor, tehát felkerested a gyóntatódat, Don Renátót, aki mindenki szerint nagyon széles látókörű pap volt, a motorbiciklis mici sapkás fajtából. És Don Renátó? Mit mondhatott egy pap, akármilyen széles látókörű volt is, hogy amit érzel, az nemes, szép, sőt, természetes, de tönkre ne tedd azzal, hogy testi kapcsolattá alakítod, mert csak szűzen szabad a házasságba lépni, úgyhogy tarts titokban, zárd szépen a szívedbe ezt az érzést. Mire én? Mire te balfasz módon a szívedbe is zártad. Szerintem azért is persze, mert rettegtél attól, hogy odaállj elé. Csak aztán nem érted be a szíved mélyével, és engem is beavattál, sőt, még a segítségemet is kérted. Hogy? Ha egyszer nem mertem odaállni elé. Na, az úgy volt, hogy te közvetlenül az iskola mögött laktál, a suliból kijövet, csak be kellett fordulnod a sarkon, és már haza is értél. A lányok igazgatói parancsra csak a fiúk után léphettek ki a kapun. Így félő volt, hogy sosem láthatod, ha csak le nem cövekelsz idétlenül a lépcső aljába. A legtöbben, fiúk is, lányok is, a parkon át indultunk haza, és a Mingetti térre érve folytatta kiki a maga útját. Ő már most éppen a Mingetti téren lakott. Az iskolából kilépve, te tehát a látszat kedvéért átvágtál velem a parkon, aztán amikor láttad, hogy jönnek a lányok, visszaindultál Lila, Saba és a barátnői felé. Elmentél mellettük, ránéztél, kész passz, minden áldott nap. És ennyi elég is volt. Hát dehogy. Ügyeskedni kezdtél. Segélyaktivista lettél, hogy igazgatói engedéllyel teremről teremre járva árulhass valamiféle jegyeket. Az osztályukba lépve pedig úgy intézted, hogy az ő padja mellett egy fél perccel tovább időzhess, mondjuk, mert nem találod a visszajárót. Fogfájást mímeltél, mert a családi fogorvosotok a Mingetti térrel rendelt, és az ablaka éppen a Lila Szabáik erkélyére nyílt. Borzalmas fájdalmakra panaszkodtál. A fogorvos nem tudta mire vélni, de azért fúrt, tömött, biztos, ami biztos. Egy csomó fogadat kifúrattad, semmiért, de mindig egy órával korábban érkeztél, hogy a várószobában üldögélve kibámulhass az ablakot. Az erkélyen ő neki persze színét se láttad soha. Egy havas estén moziból jövet neked épp
éppen a Mengetti tére jutott eszedbe húcsatát rendezni. Megszállottan üvöltöztél, azt hittük be vagy rúgva. Azt remélted, a lárma hallatán majd kinéz, képzeld, hogy lebőgtél volna. De csak egy ideges vénasszony nézett ki, és lekiabált, hogy hívja a rendőrséget! És így tovább. Gianni egy gimis szerelem banális történetét mesélte el nekem. A történet folytatása viszont mégiscsak ráébresztett valamire. Első líceumi évemet szerelemtől haldokolva éltem végig. Aztán jött a vakáció, és én szenvedtem, mint egy kutya, mert nem tudtam, hol lehet Lila Saba. Ősztől folytattam a néma rajongást, meg közben a versírást is, de ezt már csak én tudhattam. Gianni nem. Mintha vele töltöttem volna minden áldott napomat, és persze az éjszakáimat is, nyilván. Csak hogy a második líceumi év közepén Lila Saba egyszer csak eltűnt. Ott hagyta az iskolát, sőt a várost is, családostul. Sötét história volt, valami zűrt álmat Lila Saba apja körül. Nem tértek vissza soha többé. Senki sem tudta, hová kerültek. Egyesek Argentínát, mások Brazíliát emlegették. Lila Saba legjobb barátnője, Sandrina, nem volt hajlandó beszélni róla. Biztosra vettük, hogy leveleznek Lilával, de ő hallgatott, mint a sír. Meg hát, miért is tartott volna beszámolót? Éppen mi nekünk. Az érettségig hátralevő másfél évem állandó feszültségben és szomorúságban telt, teljesen kikészültem, csak Lila Sabára gondoltam, meg hogy vajon hol lehet. Az egyetemre kerülve aztán, mondta Gianni, mintha kivertem volna végre a fejemből az egészet, két barátnőm is lett, utána pedig megismerkedtem Paulával. Lila úgy kellett volna, hogy megmaradjon bennem, mint egy kamaszkori szép emlék, amilyet mindenki őriz magában. De Gianni szerint én azóta is őt kerestem, kutattam tovább. Egy gyenge pillanatomban elárultam Gianninak, hogy a futó kalandjaim során is minden nőben a Lila arcát kerestem. Azt mondogattam, bár csak egyetlen egyszer viszont láthatnám, mielőtt meghalok. Akármi lett is belőle. Egész életedben Lila Sabát kerested. Azt hittem, csak ürügynek kell, hogy más nőkkel találkozhass. Nem vettelek igazán komolyan. Csak áprilisban döbbentem rá, hogy mennyire fontos dolog ez mégiscsak. Miért? Mi történt áprilisban? Hadd ne mondjam el, Jambó. Éppen a baleseted előtt pár nappal számoltam be neked róla. Nem állítom, hogy közvetlen összefüggés volna két dolog között, de a babona kedvéért hagyjuk inkább. Amúgy sem számít ez már én szerintem. Ki vele? Hát jó. Az úgy volt, hogy április elején összetalálkoztam Sandrinával. Szó-szót követett, és én egyszer csak megkérdeztem, mi lett Lila Sabával? Hát nem tudod, mondta erre. Nem tudod, hogy meghalt a Lila nem sokkal azután, hogy mi leérettségiztünk. Írtam neki a leveleket Brazíliába, de a mamája egy szép napon visszaküldte mindet, és megírta, mi történt szegény édesemmel. Gondolj csak el, meghalni 18 évesen. Hát, igen. Persze Sandrina számára is régi história volt ez már. Rég volt, elmúlt. 40 évig egy fantom nyomában loholtam. Az egyetemre kerülve leszámoltam a múltammal, ez volt az egyetlen emlékem, amelytől nem szabadultam meg. És erre tessék! Egy sír körül kergettem, mit sem sejtve, a semmit. Roppant költői és szívvacsaró. De milyen volt ez a Lila Saba? Legalább azt mondd meg, milyen volt? Szép volt. Szőke haja volt, majdnem a derekáig ért, az arca angyalkás is, meg kópés is, és amikor nevetett, mindig kivillant a két felső metszőfoga. Csak maradt róla valami fénykép? Osztálytablók is kell, hogy legyenek a líceumban.
a Líceum, Jambókám, a mi egykori iskolánk leégett a 60-as években. A falak, a padok, az osztálykönyvek is oda lettek mindenestől. És az osztálytársnőinél, Sandrinánál, náluk aztán tényleg maradhatott valami? Lehet. Majd megpróbálom, ha akarod. Egyébként nem is Lilának hívták. Becenéva Lila. Az igazi neve Sibilla volt. Magam vagyok. Útszéli fának támaszkodom a ködben. És semmim sincs, csak emléket szívemben, sápadt, hatalmas emlék, hideg fényekbe fúlva messze mindentől, itt a fák közt. Ez szép vers, mert nem én írtam. Hatalmas, de sápadt emlék. A szolarai kincsek közt egyetlen fénykép sem akad Lila szábáról. Gianni úgy emlékszik az arcára, mint a tegnapról idézné fel. Én meg, ha bár csak az én jusson volna, sehogy. Kött torlasz előtt állok megint. Ez járt az eszemben ma reggel. Indulni készültem Szolarából, de előbb szét akartam nézni még egyszer utoljára a padláson. Biztos voltam benne, hogy nincs már mit keresnem, de hajtott a képtelen vágy. Hát, ha mégis rábukkanok valami utolsó nyomra. Újra jártam a már jól ismert zugokat. A játékok lelőhelyét emitt, a könyves szekrényeket amott. Észrevettem, hogy a két szekrény között felbontatlanul maradt még egy nagy doboz. Alján egy rétegnyi újságpapír, az alatt pedig két nagy alakú régi könyv. Az egyik egy biblia, Doré illusztrációkkal, de olyan rossz állapotban, hogy legfeljebb már csak az utcai antikváriusokat érdekelhette. A másikon 100 évesnél nem régebbi félbőrkötés, a gerince nyűtt, feliratozatlan, márványos kartontáblája megfakult. De csak ki kellett nyitni, mindjárt kiderült, hogy kora 17. századi kötet lehet. A tipográfiája a két hasábos tördelése láttán elakadt a lélegzetem, és már lapoztam is vissza a címlaphoz. William Shakespeare úr komédiái, históriás darabjai és tragédiái, Shakespeare portré nyomottatott, Isaac Ayagard, bolondul vert, kalapált a szívem. Thank you.